Nyírő Gyula díjban részesült Tényi Tamás egyetemi tanár. Ennek kapcsán beszélgetünk vele stúdiónkban. Üdvözlöm itt nálunk. Csukran. Mi is ez a díj pontosan, és miért kapta? Ez a díj a Magyar Pszichiátriai Társaság díja, amelyet minden évben a legjobb monográfia szerzője kap meg, illetve a legjobb szerkesztett könyv szerkesztője kaphat meg. 2018-ban ezt a díjat a Személyiségzavarok Klinikum és Kutatás című könyvem nyerte el, amelyen 2016-2017-ben dolgoztam. Ez egy tanulmánykötet, amiben két fejezetet azért én is írtam, de alapvetően egy szerzőgárdának a munkája. Pécsi kollégák is részt vettek ebben, illetve Budapestről, Debrecenből olyan szakemberek közreműködtek ennek a könyvnek az elkészítésében, akik ugye személyiségzavar területén kutatásokat folytattak hazánkban, vagy folytatnak hazánkban, illetve akik a klinikai gyakorlatban ezzel a területtel foglalkoznak, és tapasztalatokat szereztek. Úgyhogy ezért érdemeltem meg ezt a díjat, legalábbis a bíráló bizottság döntése szerint. Mit kell tudnunk pontosan a könyvről, miket tartalmaz? A könyv elég színes, legalábbis nyugodt szívvel mondhatom, vagy bátorkodom ezt mondani. Különböző megközelítések vannak benne, vannak olyan fejezetek, amelyek főleg a személyiségzavarokkal kapcsolatos újabb kutatásokra irányulnak, mik azok a pszichológiai mechanizmusok, folyamatok, amelyek ezen paciensek esetében, akik a klinikai gyakorlat vonatkozásában jelentős problémát jelentenek, visszatérő öngyilkossági kísérletek, bizalmatlanság, szorongás, drog, alkoholfüggés, evészavar, ugye mind-mind olyan területek ezek, amelyek nagyon gyakran személyiségzavarba ágyazódnak, személyiségzavar hátterével jelennek meg. Tehát az ezzel kapcsolatos újabb kutatási eredményekkel több fejezet is foglalkozik. Vannak fejezetek, amelyek a terápiával, tehát a kezeléssel, főleg ugye a pszichoterápiás kezeléssel kapcsolatosak. Ebben vannak olyan fejezetek, amik inkább elméleti vonatkozásból, elméleti szempontból közelítenek meg újabb pszichoterápiás módszereket, más fejezetek azok személyes esetközléseket, esettanulmányokat mutatnak be. És egy harmadik érdekes része a könyvnek, ami pedig személyiségzavarban valószínűsíthetően szenvedő híres emberek eseteit dolgozza föl. Tehát itt megemlíteném például Frida Kahlót, ugye a nagy és jelentős festőművésznőt, aki ugye különböző traumatizációi kapcsán ugye szenvedett egyfajta személyiség patológiában, és aztán egy másik, akit megemlíthetnék, ugye Csontvárink, ami a festőnk Csontvári Koszka Tivadar, akinek a saját világába visszahúzódás egyfajta schizoidiát azonosít, ennek a fejezetnek a szerzője Németh Attila. Hogyha ajánlani kéne a könyvet, kinek ajánlana? Több olvasó tábort is megcéloztunk ezzel a könyvvel. Vannak olyan fejezetek, amik inkább azért a pszichiáter szakorvos, a pszichológus, a szakpszichológus számára rejt izgalmakat. Ugyanakkor vannak olyan fejezetek a könyvben, lásd például ez az utóbbi művészek patológiájával foglalkozó rész, amit akár a széles olvasó közönség is örömmel forgathat. Arra törekedtünk, és úgy igyekeztem a könyv szerkesztői munkáit elvégezni, hogy a szűkebb értelemben vett szaktudományos fejezetek is azért olvasmányosak maradjanak, és hát a medicina adta ki ezt a kötetet. A kiadó elvárása is az volt, hogy ahogy mondani szokás, a művelt nagy közönség számára is azért egy érdekes, forgatható kötet legyen, még ha egy kis utána gondolást, utána járást igényel is egy kis elmélyülést az olvasása. Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Klinikusként élem azt az életet, amit 30 éve itt az egyetemen, az egyetem munkatársaként, a pszichiátriai klinika orvosaként, most igazgatójaként folytatok, tehát én orvos vagyok alapvetően, és betegeket igyekszem gyógyítani. Kutatóként pedig sok vasat szeretek tűzben tartani, mindig érdekeltek a pszichiátria határterületei, művészet, filozófia, szeretek egy kicsit olyan területekre is kikalandozni, ami nem szűkebb értelemben a mainstream fővonalú pszichiátria, és folytatunk a munkatársaimmal olyan kutatásokat is, amelyek főleg a skizofrénia, bipoláris zavar területén a kórkép
kór eredetére, terápia hatékonyabb áttételére irányul. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálunk a díjhoz. Nagyon köszönöm, és köszönöm az interjút.